személyesen igen fontosnak tartom a civil szervezetek aktív részvételét a közigazgatási munkába, és úgy általában a község, falvainak a közösségi életére. Nem állunk jól, de nem állunk rosszul sem. Nem állunk rosszul azért, mert a községben 7 faluban van törvényesen bejegyzett 5 szervezet, aki zászlójára tűzte, hogy a közösségét tenni akar valamit. Ezek közül legalább 3 aktívan csinál is a közösségért, de nem állunk jól, mert lehetne több. Lehetne sokkal több. Tehát feltétlenül, főleg a fiatalok részéről, ahogy így európaiasodunk el. Ennek az egyik meremén állítani közvetett következménye az, hogy egymástól elszakadunk. Csatlakozunk valahova, és annak az ára az, hogy egymástól eltávolunk. Na most, vannak sémák és vannak bejáratott módszerek arra, hogy a civil társadalom miképpen vesz részt a közösségi életbe. Valahogy belülről kellene tenni mind, hogy teszik a mi gyermekeink rosszáig. Ezelőtt 5 évvel, 6-tal alakult a Kutatási és Ifjúsági Egyesület. Aktív tagok vannak, hát 20-valahányan. Az jellemző erre csapatra, hogy mindeniket valamiféle kényszer hajtott ebbe a csoportba. Mégpedig annak a kényszere, hogy valamit tegyenek a faluért. Ezek nagy szavaknak hallanak, de ez valódi. Én örültem neki, hogy van egy ilyen lehetőség, ahol kicsapódik ez a kényszer. Tehát van egy forró készség egy ilyen egyesület formában, és ezt bizonyítottam az első rendezvényektől kezdve. Eléggé szétágazó a tevékenység, a szociális problémáktól elkezdve, hát inkább a kulturálisokkal foglalkozom. Van egy-két említésre méltó rendezvény, amit az egyesület szervez, és ami rendhagyó a környéken is, és Olaszegyben is. Példaként, hát kronológiai sorrendben elmondom, hogy van a, ez egy másik hagyományos nácisz fesztiválon, ahol segítkeznek a szervezésben, ez már egy régebbi dolog, de adtak neki a jelenlétükkel egy új aspektust, egy új formátot, egy új alakot, új értelmet, értéket. A következő a gyermeknép, tánc és népdal fesztivál, benne van a nevében, hogy mi a szerepe ennek is, hogy miért szervezzük, miért rendezzük 300-400 gyermekkel évente meg. Következik a tánccábor, ami egy ilyen erdei iskolában ötvözve, egyesület szervezésében, ahol hát a helyzet és a hely adott, hogy Olaszegy községén elszigetelt. Az idén, ha minden igaz, a 3. évét megérő oroszegyi szilvanapok rendezvény sorozat. Ez egy rendhagyó rendezvény, ez egy hiánypótló rendezvény, mert hogy a 3 nap alatt a programok olyan formán illeszkednek egymás után, hogy rólunk szól. Faluról szól, a termékről szól, a szilváról szól, a pálinkáról szól, a hagyományokról szól. Meg kell nézni egy ilyen rendezvény sorozatnak az egész programját, hogy benne van a falu látogatás, a régi mesterségnek előtérbehozása, a múzeumnak a rendbetétel, ezen keresztül lett múzeumunk, ezt tartsák karba, ez a fiatal egyesület tájház is lesz belőle, reméljük a következő időkben. És olyan szerencsésen társulnak a programok, hogy ez most már környéken az egyik legfontosabb. Szerintem kulturális rendezvénye lett van egy székek. Miért pont a szilva, és miért pont e köré próbáltuk felépíteni a rendezvényt? Oroszhegy régtől fogva egy nagyszerű szilvatermő vidék. Valamiért ez a nagyon sokrétű felhasználásra való gyümölcs nagyon jó termőhelyi körülményeket talált. Itt még alapvetően a hagyományos fajtákat termesztik, a gyümölcsösök közt nem igazán találunk intenzív művelésmódot, tehát népi művelés. Ez bizonyos esetben most már nem a legjobb, mert nagyon sok gyümölcsfa előregedett, gyümölcsösöket újítani kellene. Ezért is van ez, hogy 2-3-4 évente terem. Most ez a gyümölcs köré próbáltuk a rendezvényt felépíteni. Egyrészt azért, hogy felhívjuk rá a figyelmet, és azt mutassuk be, hogy a hagyományos
gyümölcsfajtáink, hagyományos népi termékek is éppen olyan értéket képviselnek, mint az erdélyi népi kultúra bármelyik eleme, mondok itt néptáncra, a népzenére, és erre próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy ebben is jó lehet még a hagyományos, és itt a termőhelyi körülmények miatt sem alkalmas arra, hogy intenzív gyümölcsöseket hozzunk létre, tehát ha valami jó lehet, akkor az a hagyományos termesztésmód, nyilvánvaló kis finomítással, újabb módszerek bevezetésével. A rendezvény során nagyon sokrétű programokat próbáltunk szervezni, kezdve a gyerekeknek szóló játszóháztól, az idősebb korosztálynak táncdalénekes fellépéséig, kulturális rendezvények, tánccsoportok, és mivel Oroszhegyen nem szőlő van, hanem szilva, így szilvaszületi mulatságra is sor került. Vannak benne szakmai versenyek, megmérettetnek a pálinka főzések, megmérettetnek a lekvárkészítők, előkerülnek a hagyományos eszközök, előkerülnek a hagyományos élelmiszerek, kiállítást csináltunk ebből, egyre többen vannak jelen, sőt már Magyarországon is érkeznek a témában, rokon tevékenységekkel, megmérettetik a pálinkát. Legutóbb legalább 27 féle termék volt benevezve, és eléggé neves személyek vannak a zsűriztetésben. Majdnem, hogy megegyezik a zsűri összetétele a nagy híres gyulai pálinka fesztiválnak a zsűriével. Örvendek, hogy eljöttek a szakemberek is, örvendek annak, hogy szeretik itt, mert vissza fognak jönni. Azt jelenti, hogy a tevékenység folytatódni fog. Az idei gyulai megmérettetésen is részt vettünk, és a szilvapálinka kategóriában az aranyérmet 4 év után Magyarországról elhoztuk, ez azt magyarázza, mivel érdemes ebben kötelesség foglalkozni. Azért is, mert érték, és azért is, mert egyik megélhetés formája. Lesz, most is az, hogy az is kell legyen. Lakosságnak vigyeni kell a szakmaiságra, és örvendek, hogy adtak egy ilyen pulzust az életének. És remélem, hogy ez egyre jobban fog verni, és értetni a faluk, megmozgatni.